Kettés, de... Nem, nem.
hiszem, hogy nincs. Nincs csodának? Nincs úgy vissza, nem jöttem. Ja, hogy... Ja, otthon? Vizsgálom a mikrofonon. Tehát valaki a konzol terembe, a mobiltelefon tartalmát kocsájára. Na? Hello! Itt lesz valahol, valaki álljon a konzol terembe. Telefonhoz. Tartalmaz. Ott van. Na tudnám én. Alá lehet írni tűnik. Szia, mindjárt köszönjük neked. Jó, tudja valahogy.
bal oldal. Thank you.
tisztelt vendégeim, nézzék el nekem, hogy protokollális kötelezettségemnek nem teszek eleget, nem köszöntök senkit, hiszen ti vagytok nekünk a protokoll, akik itt ülnek. Az esemény, ami miatt itt vagyunk, szolidáris megemlékezéssel, nagyon szomorú, hogy 2012 Magyarországán ilyen előfordulhatott. Tőletek elnézést kérek, hogy a Goldmark terembe hirdettük, de mikor láttuk, hogy milyen sokan vagytok, azonnal intézkedtünk, hogy átkerüljön ide, a nehézségekért elnézést kérek. Ami a mai estét illeti, Székely József művész úr, akit is az ismert sajtó és tévé rádió közleményekből tudjátok, Eger városában olyan inzultus érte, amiért mi kötelességünknek érezzük, hogy megszólaljunk. Igaz, hogy születtek bocsánat kérése, de erre csak annyit tudok elmondani, hogy amikor Mózes lejött a Szináj-hegyéről, és meglátta, hogy a hívek aranyborjút készítettek, és azt imádják, azt a kőtáblát, ami neki a legszentebb volt, a földhöz vágta és összetörte. Megkérdezik, hogy miért tette ezt? A bölcsek azt válaszolják, hogy vannak bűnök, amelyek megbocsáthatatlanok. Ez is ezek közé a bűnök közé tartozik. Azzal, hogy eljöttetek és kinyilvánítottátok szolidaritásotokat, hogy elítéltek minden kirekesztőt, akár zsidót, akár cigányt, akár bárkit érint. Ez is azt mutatja, hogy a magyar társadalomnak a tisztességes, becsületes része elítéli a diszkriminációt. Azt kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat, és most fogadjuk Székely Józsefet! Ez ma este itt egy irodalmi est, egy közérzeti naplót írtam, hangos könyvnek számba, és a tettestársam Gerendás Péter. Többé nem akarom látni,
hogy hervad a virág, többé nem akarom nézni, hogy széthull a világ. Én már nem akarom hallani, hogy az én szívem idegen. Szeretném valahogy megérteni, miért kell, hogy így legyen. Többé nem akarom látni, hogy az ég beborul. Többé nem akarom nézni, hogy a gyűlölet az úr. Én már nem akarom hallani, hogy az én szívem idegen. Szeretném valahogy megérteni, miért kell, hogy így legyen. Álmodunk, ébredjünk, de mindig ugyanoda érkezünk. Álmodunk, ébredjünk, de csodákon már nem hiszünk, nem hiszünk. Többé nem akarom látni, hogy eltorzul a kép. Többé nem akarom nézni, hogy terjed a sötét. Én már nem akarom hallani, hogy az én szívem idegen. Szeretném valahogy megérteni, miért kell, hogy így legyen. Álmodunk, ébredünk, de mindig ugyanoda érkezünk. Csodákon már nem hiszünk, nem hiszünk. Az ember mindig jobbat vár. Hát miért nincs béke, somár? Álmodunk, ébredünk, mindig ugyanoda. A csodákban már nem hiszünk, nem hiszünk. Prológus. Céda, CD. CD, CD, a-a, CD, 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 Szidi nénének öccseit, Batukónnak bestie, nem filmeztem, C-filmeztem, költészetnek pestise. Nidda már a hészentség is szétnézek, hát nem vagyok már pestise. Én csak játszva írtam, nevetve is sírtam, amíg bírtam, írtam. Nem híg, amit sírtam, az vagyok, ki lehettem, alig-alig nevettem. Rangos könyv, e hangos könyv, megneves, de te neves, ha bírsz. Thank you.
Chance on. Követelünk estély egyenlőséget, fenntartható fejlővést, igazságos szocpolpot rendszert, testvérontást, Richard Burtont. Nincs telenek a gazdagok, hiszen nincsen nincsük. A nincsesek mind kódisok, tenger nincs a kincsük. Kislábasban kegyelmeségtől már-már méltóságos. Csöndes mosolyra is fussa, lám meleg étel aljussa. Szoba, félhomályos, morzsa kegyelem kenyérből. Uzsi fér a sör alá tétre, Uzi körútra, köröndre, térre, adósok börtönébe. Az adósok, rínak a börtön adósok, már-már irigyek a szegényre, kérnek is vagy négy kört, alátétre még sört, és hitelt 70 évre. Post-scriptum. Pontos vers a bankomatról, kamattal jöttem, nem csirággal. Beszopok, alszok attól, feleselek a félvilággal. Nostradamus igitur. A kútmérgezők még nem tudják, akut ők is szomjasak lesznek. A forgandó szerecsent mosdatják, mindent a kéznek, semmit a szemnek. Téboly ez az ezek meg azok, mintha nem mi volnánk az egészek. A cél szennyesíti az eszközt. A szennyezett eszköz beszennyezi a célt. A beszennyezett cél után immár minden eszköz szinte már-már szent lesz. Mindenki mindent félre és elért, szenny szinten. A szinte szent meg már maga a szenny. Így jutnak a szentek szennybe. Szennyországban szennybe mennek, mi meg bamba négyötödök, akár a hatökörök, jogkövető alázattal földön futunk, mint a barmok, sakálok, csókák, elkötmányt sikálnak, alkuszunk a templomegerével kétek a sajton, masszlag médián, elvetemült sajtón sopánkodunk, jaj, de székelünk, persze, na nárcsak jajt székelhetünk, hiszen nem főztünk,
hát nem zabáltunk semmit. Nem a tisztes kor, a tisztesség ment nyugdíjba. Magány pénztárba, ment kárba, szarba, tönkre, sárba. Sármi a szép szolidaritás, szolidaratás. Ami a tied, az az enyém is. És viszont az enyém is az enyém. Tiéd a szaknévsor. Aki kimarad, lemarad. Aki nem lép egyszerre, nem kap pénzt a testére. Így leszünk hű meghallói a törvényeknek, ezeket kőbe véssük, mészkő tufába, hogy könnyebb legyen átfaradni szerdáról kedre, mert a csütörtök be lesz tiltva, cseszétek meg. Ma tegnap van. A holnap eltűnt nyomtalanul, mint erdőben a vadnyom. Kedvesem, szép arcán ott a könyv. Dús vacsoránkat azzal ízesítjük, nagyot nyújtózkodhatunk, aztán lefekszünk, végtelen a hótakarónk, befödi testünk, fagyhalál, agyhalál, nagy halál, vagy halál. Hiszen a globális felmelegedés okán, a szélesség és bosszúság itteni fokán, monília fagyi nő, és megfagy még a nyár is. Gerontogrammatika. Tárgyi tévedés, hogy állítmány a farkon. Múlt idő a szépség, a gonoszság alanyi jog,
jelen idő. 3T a jövő idő. Jelzős szerkezet a pacemakerem, a névutó biztos azt jelenti posthumusz. A név elő újra dívnak, vitéz, báró, méltóságos, elvakult tekintetes, ragozva, drogozva ívnak. A szófajok, rasszisták, sorompók, jelzők mind belesznek zárva. Interpunkció szilent húzé. Mit sráckorunkban sperma jelenségnek hívtunk, ma szofisztikáltan pragmatikus. A nyelvtan ánusz nyelv. Irodalom, irodalom. A többes szám, istenképp rengeteg a ká. A fölül korlátos magyar agyar, vákuum fóliában forralandó, ehető, vehető, miként a fólia bamakói, fokhagyma is a makói helyett, zárójelben, és ragozhatnám még a fő névi igeosztó nevekkel, jellegekkel, legekkel, seggekkel és hegekkel, de még a zárójel is be lesz zárva. Érettségi találkozó. Glédában áll a keserű pohár. Talán mégis megöregedtünk végre. Hiába dagasztunk, nincs bennünk kovász, csak kenyeres pajtások kiújul sérve. Ücsörgünk, mint Kálmán néni egykoron az STK-ban. Oda lötyent kibeszélni, miként van slamasztikában. Igen, szegény meghalt nyáron. Önigazol, maradtam régi. Inger szegény egyfolytában. Elnyomott volt, kisebbségi, a semmi, engem kétszer. Mit kezdjek a gégerákkal? Igen, de mert nyomott kényszer, özvegy lettem 3 sráccal. Átkozom a bankomat, kiürült a bankomat. Chesterfieldből idejövet, emlékeztek a fecskéje? 80 fillér a sportszelet, na, ő állt a helyére. 670 volt az a bérlet, 380 melódia. 11-es, acél védett, fia kérem, a memória. Akkor már én árva voltam. Hamarabb sűrt el a farka. Rátörték, egy hete voltam. Katona volt, később Altman, vagy fordítva. Jaj, ne srácok! Sose tudtam ki a zsidó, vagy a szerbek bunyevácok. És te sókám, ki volt Bibó? 56? A parlamentben? Apu kétszer állt elébük. Én tegnap is lépre mentem. 4 év múlva megérjük, szakad a számtan, áfonya a számban, cechet kifizettük, szép autókkal elsiettünk, csupa fontos ember. Kis kocsma van szemben, búcsukör a temetőnek, még egyet a teremtőnek, somolyog a pultos lány, szegény Pali, egyet hány, Atya Isten, mi a neve, mindig volt a fülén sebe, legszebb évit töltse itt,
kiártam a kölcseit. Nekem ez az este bejött. Haza. Haza minden előtt. Nyíl a veszett fejszéhez. Napról napra, fakról fakra, rohad a hazám, élet, sors, a közbeszéd. Talán kicsit se téved, ki ebben látja a fenyegető közveszélyt. Naptejek óvnak kurvát, murvát, turhát, durvát, véres pofájú harci szelindek, kezesnek látszik, szelídnek, a méből kiszakadó, méhbe beszakadó, védtelen emberhez képest. Jaj, ne keresd a vétkest. Az elvadult nyomortól, felfordult gyomortól tántorgó, nyomorult ember tömegcikk, akár csebben a tenger. Háborog, hánytorog, hány torok okád, ne keresd okát, vagy száradt ki elvadult sikolyoktól. Míg az ifjú, ifjúi ésszel kelleti magát, mert kell amott keleti széllel röpülve a régi új világba, díjelével a finnyás művelt nyugatnak. Ezek itt csak ugatnak. Telekáron panga kastély,
eltarthatatlan kripli vének maradiak maradnak, protokollal, protkóval harapnak, kiket boldogan temetnének, ha lennének lelemények, lex forte, a kegyes halálra. És lenne még sírhely, megbotozható, mert szegény jóapáink olyan hazára leltek, hol ölik a lelket, melynek szűk a keble, mély a verme, és olykor-olykor elkobozható. Szamár köhögés. Volt-e nékünk allergiánk, avagy lisztérzékenységünk? Tojásmentes lágy diétánk? Csak naív hiszékenységünk, szamár köhögés az igen. Meg talán a bárányhimlő, billentyünk is, vert a szívem. Meg csóróság, ahogy illő, elvesztettük a háborút, nem nagyon nyertünk a békén, az egész világ felborult, matadtunk a lucaszékén, kivették a mandulánkat, néha voltak piás tiklik, volt két gazdag,
Azt kuláknak titulálták, ahogy hírlik, nem is voltak ajserek, csak pehjükre. 7 holdjuk volt, nekünk egy, földünk így kerek. Meg volt egy párt, közértes volt, abból akadt talán 100 is. A kolbász volt 280, tűzfalakon csupa frázis, ja, meg ruszli, marha sósa. Mi is volt még? Nem emlékszem. Nem a lószar. Békekötvény, hogy a pénz ott heverészen, gyűrje csúz, verje köszvény. Nidda már! Az élet elszáll, mámma is lesz tacepaó, meg kínai marha felsál, és egy kulcsos maszekadó. Megvénültél, szegény Pista, buta voltál, az is maradsz. Sajnosan a nyugdíj nyista. Klubhűséged írott malaszt, gondunk annyi, mint a pejva. Összevonunk, átszervezünk, vigyéckedett sokszor herda. Túlsó partra átevezünk, vagy amaszt hordjuk át ide. Megemeljük az országot, mint a széloszt izibe részvényeket szétosztjátok. Aki kapja, marha. Reszket. Tűzifáj a tőzsde rőzse. Belosztályra majd befekhet, ha rokonna ismerőse. Lesz itt rend. Kisbírónk is most tölti a 70 percét. Tud is, de az pite, ám hisz. Joggal ébred, ítél estét. Bloggal megyünk Facebookolni, netre hajaz minden.hu. Bácsi, tessék legugolni, beveri, de ezt mi megmondtuk. El vagyunk itt, mint a befőtt. Metró lesz a Ferihegyen, kinevezzük retró Jenőt, a mi kölykünk pimasz legyen. Értsen jól a fűnyíróhoz, struktúrája át a structure-t, és mint méltó hű íróhoz, vezesse a vallásszakkört. A magyar név megint nice lesz. Hármas ügynök, kettős polgár, nincs kopasz fej, van rá hajszesz. Magyar leszen szlovén, bolgár. Minden roma felzárkózik szorosan a szitja őrhöz. Aki fél, az bezárkózik kocsma mélyén, rumhoz, sörhöz. Borban az igazság. Meg abdán. Talán Recsken, Újvidéken, történelem, luk a labdán. Mi lett veled, nemzedékem? Dézsavünk, mint patkányméreg, nap mint nap, így szivárog. Vers, szó, fabatkát sem érnek, papperlapap. Kivárok. A híd drága, építéses, fenntartása is költséges. Legyen 2 innenső part. Szavazzuk meg. Nyomógomb, start. Addig is a lakosságot, nem tudok több okosságot, a jobb sorsot ki kell várni. Kéretik a vízen járni. Post-scriptum. Ladik lék. Lucskos repedés.
Semmicska, szamárköhögés. Guberáló, emberöltőnyi pullóver, trendgatyák és jégeralsók, csíkosfajta nyakkendőkhöz jól passzoló egyszínűk, párhuzam farmergatyákon eldörzsölve foszlamány, teniszcsíkos férfi modell, puncstrikó és ocsmadány feliratos cici himba, Jordi Kize Koholmány. Felruházná könnyű szerrel az éhező nagy Szahelt. Kidobtuk a jégszekrényt is, vihetnénk egy új lehelt. Csupa elhízott barom, fagyasztó a társadalom. Vedd már észre, társad a lom. Lomturka lett Eldorádó, paradicsom volt a föld, most a földön paradicsom, széttaposott szennylecsó. Eldorádó volt a föld, felzabáltuk F betűjét, maradt turka, maradt öld. Párta. Én magamat kifejeztem, ők engemet lefejeztek. Helye nincs több fejezetnek, feje nincsül befejeztem. Nem is kell nagy fölhajtás, úgysem lesz több főhajtás. Mi még tegnap fejbe vágott, volt, aki a helyre vágyott, fejetlenül persze, volt pofája mersze, fejetlenség várta, helyett fenség, már ma, s belépett a pártba. Kérdés csupán, már ha kérdez a sok marha, sok fejetlen birka, hol a zsozsó, mirha, kurva pecér, bárca, pénz nélküli, tárca nélküli miniszter, érdemdús filiszter, ingyen élő kártya, fedezetlen hártya, fejetlen és fedezetlen csóró, akszűz ország, kin lehet itt párta.
megvonom a vállam, sajog a jogállam. Marad pártában, régi új pártállam. Jó szándékkal kikövezve, hajdúsági haraggöntők tánzalfesztiválján főszponzora templomos rend egérszakosztálya. Multikulturális ország lettünk, álmozizások kora. Eső után köpönyek forgató rally a Hungaroringen. Addig jár a korsó a kútra, amíg lehet ingyen. A jó halott tanult papnak születik. A tanácsadó haragos, messze esett a szilva az almafától. Pénz, asszony, verve is romlik. A szájban is két kulacsos. Addig takaróz, míg paplan van a Tesco-ban. Minden harmadik nap egy csoda, hogy egy napig tart. Legjobb a némának a feje sose fáj. Mi megmagyarázzuk a tigrisnek, a brokkoli finom.
pedig jobb ma egy veréb, mint holnap egy turul. Kebleket hűtünk a kígyóval, balláb nélkül kelünk, kutya-macska barátságban hálnak kint az utcán, kint tornászok, benn tornácok, szeged szeggel, szemet szemérmetlenül talál baktyúk, nagy ünnepeinket eldalolják a hattyúk. Ki korán kell, aranyeres, és különben is kurvános. Nyugtával és számlával dicsért az adószedőket, a hetest, a napost, a pénzt be kéne szorozni. Gazda szeme hízlalja a koleszterint, ember tervez, Isten, Isten. Isten szegény mással beszél. Vagy ő se tudja. Vérszerződést kötöttünk a leukémiával. A hazug embert könnyebb utolérni, ha igazat mond. Sánta kutyát megharapták szőrivel. A fenntartható fejlődés érdekében éjjel-nappal átvilágítunk, tehát növekszik a villanyszáma, a környezet szennyezik. Első az élet, második a halál, bronzérmet nem adtam. Aki másnak vermetása, sírások. Még az éjjel beleesett. A remény hal meg utoljára. Ki fogja szegényt eltemetni? A tisztaság félegészség, tehát a koszt meg volt egész. Madarat tolláról, embert is, ha ír. A legyeket kérdezzétek a sasokról, csupa jót fognak mondani. Ember emlékezett óta nem emlékszünk semmit. Földrengéskor a legbölcsebb kirúgni a szeizmográfot. Éhezőnek ne halmat adj, taníts meg sóletet főzni. Lovas nemzet vagyunk, ránk ült a ló. Amerika felfedezett minket, hisz hadat üzentünk nekik. Annyira nem figyeltünk, hogy amint a mester ránk szólt, büntetésből írd le százszor, írni kezdtük. Büntetésből írd le százszor, büntetésből írd le százszor, büntetésből írd le százszor, büntetésből. Lám, gyakorlat teszi a mestert. Öntsünk végre tiszta kezet a zsebekbe. Mert ki dudás akar lenni, hisz ismétlés a dudás anyja, pokolra kell, pokolra kell. Sinem vagyunk, lásd, a talpfák nem nőnek az égig. A járt úton végigmegyünk,
este nem végig. Férzbérekből horgolt áll brüsszeli csipke, nyakatekert szarvilág, felsőhajtó vályog, leszakadt a felsőhajtó, ízlés inger küszöb alatt, való világbordély ország, geny és lobos tája. Penész virág fülbe való zöldesbarnás klipsze, PR piercing, tattoo system, nekünk csak a csikje maradt. Biki csunájt celebország, Dunakeszi celebesz, egyet alszunk és meglátod, Borneo is magyar lesz. Igen, bizony tovább élünk, hosszabb lett az agónia. Körforgalma kicsiny dombján, őshonos a manyólia.
lámpás kereszteződésig ért el mostanság az ország. Szidatót, röhög a rác, közönyös az osztrák, szegény magyar milyen sovén, magyarázza szindri szlovén, születnek új románcok, győztesei románok, csempész cigis lukján, gazdagodik ukrán, fut, fut Bécs felé, jellasíts a bátor. Százezernyi honfitársunk jussa egy-egy sátor. Kapcsolati tőke, kapcsolj, nyer a tőzsde, maradt térre rőzse, csóró adé, már akkor ő se rokona, sem ismerőse, fél magyar, álbuda, Dunának oltnak egy a honda, struc legel a kert végében, sehol farm, se konda. Tudományos szakrament, hagyomány és szakrament, szép mezőkön harmat oltják, tikkat szomjunk. Terej, tellebbezzél, mondják, mi majd harmadoljuk. Bezár, bazár, becsukból, el is dördül egy-egy kolt, nyakatekert szarvilág, ront. Becsület nincs, csak a folt, szavatekert vers a tromf, szántó tihany áll a komp. Epigram ma. A narcizmus üldözöttei megszerették magukban a szépet, fölismerték az Agnus Deit, megszerezték maguknak a széfet. Ellenzéki barikák legelésznek árokparton, nem lévén már barikád, ámuldoznak egy-két latron. Visszasandít a két lator, megfenik a kést is, kezükben egy-egy szatyor, visznek prímet, prémet, húst is. Ki veszi fel? Ki eszi meg? Nota bene, Arany János óta tudjuk, gondolta is, megette is jól a fene, meccseinket, tétjeinket sorra mind elbukjuk. Helyzetjelentés. A kormány helyén csapataink harcblabálnak. Minden szentnek maga fölé fedelet ad a nemzeti eszköztelenség. Kedélyjavító szünetmunka háromnegyedes kislódemben, kétharmados sör alá tétem, egyharmados málaször. Szegeden pik-nix. Vacsora csaták nyertesei castingolhatnak az utolsó vacsora cím Monstre co-produkcióhoz. Minő talány, statisztikus statisztalány ma este a sztár vendégünk. Jöjj el hozzánk, légy vendégünk. Feladjuk az utolsó részletet, feladjuk az utolsó kenetet, feladjuk az utolsó kenőpénzt.
eladjuk a reményt, halljon meg másút. Éljen a magyar szabadság. Éljen a haza. Éljen a National. Míg amnestiát kap az International. Sitty, sutty. Sitt, sutt. Én meg nem adom fel, míg egy darabban látsz. Thank you.
Mehet még a legutolsó track? Záró jelentés. Latinos osztály. Terra Italiae, Peninsula Magna, in Europa Est. A föld itala félvér, a magma nedve, az öreg hölgy immár inzulint szedve, nem lehet anyja új babáknak, tehát Európa Vest. Historia est magistra vitae. Hisztérikus történetével magasra vitte. Et tu mi fili brute. Brutális feeling. Ölte vagy csak furte? Veni vidi vici. Hannibal ante portas. Látod falni a kannibált, mint viceportás? Avagy BL bajnok a vidi, ez egy vicc. Simlis, simlisnek örül. Similis, simile gaudet. Ceterum censeo esse delendam. Megjegyzem egyébként, ez se bolondám. Hazát adni, venni, jó ötlet, outlet. Recipe ferru, bella gerantali, üsd a vasat, fogd, vagy lopd el. Tu Felix Nube, párválasztás. Párt választás. Pár választás, és jő a szorzbona. Vagy a nihil. Didaktikus diktatúra, diktafonba, dixi, proszektúra, appendix, bal, eseti osztály, jobb, pitvarban, perpatvarban, permanens trombus, rend, dőreség, pang, vese, nem tisztít, ürit, nincs mese. Törések a parlamentben, ja, meg annyi frakció. Tumor, kolon, transverzumban, hibátlan a tumorérzék, epében a bölcsek köve. Szorongás ellen, afrodiziákum, ott a stigma az apró kisdiákon. Ne féljetek. Mondta a pápa. Mert urbi et orbi. Világosan látta, okkal joggal félnek a népek. Pedig demokrata az, aki nem fél. És minő paradoxon, egy egész szent, boldog pápa fújt ad astra szóló demokrata. A szakrális demokrácia kiment a divatból. Boldog szentek, a boldogtalan minoritas. Ergo, ha az álszent többség vígan boldogul, megboldogul köztünk a bónusz, termékeny élet, vita nincs, a vox humana és a vita exitál. Beköszönt az esős évszak, minden csak köcitál. Torz béke minden háború. Háborús torzó minden béke. Ecce homo, ludens vagy sapiens, élet éke, ölre menni, ölve enni, sivár és szomorú.
ölbe venni, megölelni olyat, amilyent szeretni. És kisüt a nap. Non plus ultra. Ez az ember, homo pover, egyetlen hozadéka. Köszönöm a figyelmet. Így még nem láttam gitározni senki. Jaroszló gitároztál? Hát ezek szerint igen. Ilyet még nem láttad soha. Magyar Krisztián vagyok. A fiacskám már mondta. Igen, de vagy az a... Igen, igen. Elnézést, hogy már ezzel kezdtem bármi félre. Azt pillanat, hogy a potenciált fogja. Ez az emberi részhez sajnos. Sajnos így lett. Marci, gyere! Ez egy Oscar-díjnyerő performance volt. Come and visit Israel. Yes. Okay. Have you been to Israel? Yes, I have. Yeah? Yes. Very good. Okay. But I would like to take a trip and time. Yeah. If I have free time. Here. Call me. Much. Now we want all the rest. Look at you. Yeah. And your home. Thank you. Very nice. Cousin, I will give you mine. There you are. And I hope this will be a lesson for all of us. You know, as I said, life and death, the distance is such small. So. All the best. Meggyújtom, mit nem követtem el. Bocsánat, szóval. Habis László. Szevasz. Elképesztően sajnálom,
épp azt mondta a nagykövet úrnak, hogy rengeteg munkát, sok év munkáját pillanatok alatt fel kell gondolni, és ezt én borgalmasan sajnálom, mert akkor a rádió is például Ródi Sándor városa is, és én arra büszke vagyok, hogy édesapám a gimnázium magyar tanárként, annak idején a Ródi Centenáriumnak ő volt a rendezője. Vagy mondjak még egy dolgot, életem egyik legnagyobb élménye például az, hogy barátja lehettem Irénycsi bácsinak, akit én egy olyan nagy egyéniségnek tartok, és azon gondolkodom, hogy biztos kétszer is rágyújtott volna, mielőtt ebbe a dologba ítéletet mond, vagy kimondja. Nagyon komolyan vettem, amit mondtatok, szeretettel és boldogan megyek, és nem akarok életni, balansolattal, én bár az nyilván a divatos. Te ott hazai pályán vagy, és ott vendég leszek. Én itt hazai pályán vagyok, és te vagy vendég, és ebben csak elegánsan szabad élni. Én kitöröltem ezt a dolgot, és nyílt lélekkel megyek Egerbe, oda, ahova hívtuk, és megtartom a víjon. De mert eljöttél, így készültem, mert fölhívtak a kémek, hogy te jössz, és ha megengedőd, ez az, amit elcsesztünk. Ezt egyedül én csesztem el, ezt a könyvet, de ezt nagyon szívesen megnyitatom Egernek. Egernek egy áll székhelyi székhely. És köszönöm, hogy idejöttél. Ezt igazából így szemközt akartam mondani, de szóval mondtam a nagykövet úrnak, hogy én nekem például rengeteg küzdelmem van abban, hogy itt vett a kedves központ. És én néhány hónapja engem sorozatban a zsidóvé rendszeztek. A megfelelő portálokon, amiket is soha nem szoktam olvasni, de reggel a sajtóson oda tett az asztalra. És a buta majd megütött, és azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen a szörnyű a magyar közéletben, hogy ezeket a bélyegeket oly könnyen odarakják, és olyan konfrontatív, olyan ellenséges, olyan feszültség. Én a személyeknek fogom fel, és valahogy nyilatkoztam is. Engem a képviselő asszony nem lezsidózott, hanem felzsidózott. Ugyanis én tudatlan vagyok, egy bunkó. A képviselő asszony nem mondott semmit, Héberül. A liturgiából egyes alát kapok a főrabbi úrtól, semmit nem tudok, tehát én egy nő zsidó vagyok, de ezzel most zsidó. Hát a képviselő asszony csak helyrészett képviselő asszony egy zsidót idézett, te mondás. Hív fel a figyelmét, egy nagyon szép idézett. Pilátosnak volt a szegény Jézus. Szóval én csak azt akarom mondani, hogy valamit nagyon tisztázni kell. A politika azért felelős, hogyha egy rohatalma bekerül a kosárba, észreveszik rohatalmat, és nem állok ki. Tehát meg kell érteni. A politikus állományunk gyatra. A politikát egy rossz műfordításban olvassa nagyon sok politikus társatok, és ez oldal függetlenül. A politika műfordítása is félreértés, mert a politika azt jelenti, hogy a közösség lehetőségeit a politikusok 99,9%-a pedig a főhatalom megszerzésének gyilkos terepét olvasó, és ez egy fasság, ez járhatatlan. Nemzetrontó, sorsrontó, anakronisztikus, nem illeszthető a 21. század normalitására és Európába, ezen paradigmát kell váltani. A politikával. A politikának fel kell tudnia ismerni azt, hogy a városért, a poliszért, a közösségért, a hazáért kell minden jobbját feláldozni, és nem kenevésen a közélet, nem az az érdekes, hogy ő mit kap a hazától. Az az érdekes, hogy ő mit ad a hazától. Ameddig a politikusok 99,9%-a ezt nem éli át tiszta erőből, külbecsül.
egy színház vezetésének a megbízatása az nem hasonlítható egy több tízezres városlágos, egy kulturális deszerítő történelmi városlágos. Én 5,5, hanem 6 évvel volt a direktor, olyan színházban a költségvetés elég magas volt, 9 milliárd forintért volt a forrás, és én abból egy filmet. És ha megtudtam volna, hogy valami munkatársa egy fillért a közpénzből elrak, akkor ameddig a politika nem lesz olyan becsületes, mint egy pohár, amíg nem lesz olyan tiszta, mint a lélek, addig Magyarország rettenetes lehetséges elosztatik. És nekünk akármilyen oldalon. Én egyébként a oldalokra szálltok. Én ugyanis oldalfüggetlen vagyok. Egy liberális demokrata, nagyon polgári értés, nagyon nemzeti elkötelezett demokrata, szarik az oldalokra. Nekem tök mindegy, hogy ki jön. Nehéz oldalt választani. Már bocsánatot kérek, nekem a hazánk a fontos. És aki a hazát árulja, akármilyen oldalon, menjen a fontos. A politikától meg el kell tanácsolni. Mert nem ért hozzá. És az nem mentség, hogy egy önkormányzati testület, az laikus testület, könyvodlága. Ez a rendszer hibája. Nem a jelenleg, ez rendszer hiba. Ugyanis nagyszerű ácsoknak, nagyszerű könyveseknek, nagyszerű orvosoknak, nagyszerű tanároknak, nagyszerű mérnököknek, pazar szakembereknek, tehát nem laikusoknak kéne ott. Ez egy tényleg. Én laikus vagyok, tehát akkor a hülyeséget mondhatok meg az állat. Ez a dolog, ami Egerben megtörtént, ez nem lehet szindróma, ez most egy tünetes pocket itt, és holnaptól kezdve, mától kezdve vadonat új életet kell kezdjen Egerben, Magyarországon. És én ebben a dologban marginális kérdés vagyok. Abszolút nem számítok én a hazánk számítok. És ezt legyen szíves minden politikus oldal függetlenül. Milyen megszívni? A hazás. És nem mellett döngetni kell talpikok árvá, árvalájra jön, és hazát árulni, mert az geny, az geci. Azért mondtam én a versenyben, hogy a nem is ráckorunkban a honyadikért. Azt mondtuk, hogy a geciség, az a szofisztikáltan pragmatikus. Hát menjen a pecsába, a pragmatikus. Ne pragmatikus legyen program. Az a fias programja legyen, humános programja legyen, tolerás programja, gazdaságilag, erkölcsileg, tanulmányilag, ítéletben, mindenhogy. És akkor tudom, jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem a rabbi Szilva pálinkát ígér. Neked ígér? Neked ígér? Az a pálinkát. Ott a pálinkát. Nincs benne egy korcs. Szimbolikus. Szimbolikus. Hol a rabbi? Azt ígértem, az már.